A július 1 -e után forgalomba állított autók a négy betűből és három számból álló rendszámot kapják. A Szexárdi Kormányhivatal már 24 ilyet kiadott az elmúlt egy hétben. A változtatásra azért volt szükség, mert az 1990-ben bevezetett három betűből és három számból álló rendszám variálási lehetőségei a következő néhány évben elfogytak volna. Hogyha több százezer autóban gondolkodunk éves szinten, hogy országosan annyi új rendszámot adnának ki, akkor is ez több tíz, egyesek szerint akár száz évig is elegendő lenne ez a megoldás. Tehát az mindenképpen azt hiszem, hogy olcsónak tűnik, akkor nem kell azért 30-40 évente ezt váltogatni. A betűk sorrendjét úgy alakítják ki, hogy azok ne alkothassanak értelmes szót, és kettős betűt sem láthatnak majd a lakosok rajta. A rendszámtábla elején feltüntetett Magyarországot jelző H betű kék mezőben az Európai Uniót jelképező 12 csillaggal együtt jelenik meg, és két-két betű között a magyar címer szerepel majd. Ennek ellenére a régi rendszámot sem vezetik ki a forgalomból. Ha valakinek elveszik a, az eredeti mostani hárombetűs rendszáma, azt lehet csináltatni, tehát azt pótolni lehet, nem kerül több egyébként. Illetve az új, szám, az új rendszámok sem kerülnek többbe, tehát ha valaki most szeretne cserélni, akkor tud ugyanannyiba kerül, mint a régi rendszámot váltott volna. Ezen kívül továbbra is lehetőség lesz az egyéni rendszámtáblák igénylésére is.